Ünnepség nagyon-nagyon régen kezdődött már Gyermelyen. Ez csak rólunk szól, arról szól, hogy a gyermei emberek összejönnek, hogy beszélgetnek, találkoznak egymással karácsonyt megelőzően, és talán olyan értékeket és olyan érzéseket vált ki bennük ez az együttlét, amit utána haza tudnak vinni az otthonukba, és egyénileg a családjukban is meg tudják ezt az érzést élni. Amikor először voltam ilyenen, akkor még nem is ihattam forralgót, meg szerintem én voltam az egyik pásztor a betlehemes játékban, és nekem ez mindig ilyen tök jó közösségi élmény volt így Gyermelyen, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt tudok lenni idén. Mi egy kicsi falu vagyunk, és a hagyományainkat ápoljuk. Ezt a betlehemes játékot már én is játszottam, de játszotta az anyukám is, játszotta a nagymamám is. Nem változott semmit az égvilágon, ezért is van az, hogy amikor itt a gyerekek előadják a színpadon, akkor nagyon könnyedén be tudunk kapcsolódni, és tudunk velük együtt énekelni. Olyan hideg van odakint, majd lefogy a lábam. Bajuszom a jég, csak zúz marad. Van a falu apraja nagyja, ez a legfontosabb szerintem, hogy itt a legkisebbektől a legnagyobbakig, legidősebbekig mindenki összejön, és közösen várjuk azt, hogy eljöjjön ez a szép ünnep, amit azt gondolom, hogy az országban mindenki vár. Az igazi öröm abban van, hogy az ember nem akar többet mutatni önmagából, mint amennyi benne van, és nem akar nagyobbnak látszani, mint van. Az életünk nem könnyű, a világban élni állandó harcot jelent, de mi nem a világ részesei vagyunk, és karácsonykor ezt minden keresztény megérzi. Elég vallásos körülmények között nőttem fel, és ez most sem. Megmaradt. Tehát minden egyes misére, éjféli misére, én nem hagytam ki egyet se az életben, mert az embernek valakivel kell bízni. Én azt kívánom a gyermeieknek, hogy próbáljanak jászolt készíteni a lelkükben, és hogy meg tudják élni a várakozás után azt a beteljesülést, ami tényleg az érez, aki egy úton vándorol, megteszi a kilométereket, mint ahogy ebben a 4 hétben megtesszük mi is önmagunkban és a rendezvényeink által, és aztán úgy érezzük 24-én, hogy hazaértünk, és békére lehetünk.